küzdelmes mérkőzést és döntetlent hozott a labdarúgó MB2 vasárnapi rangadója. A Békés Csaba 1912 előre együttese ugyan hátrányba került a második félidő közepén, de egyenlített, és az egy pontot otthon tartotta a Gyirmóttal szemben. A táblázat 5. és 6. helyéről várta az összecsapást a Viharsarki gárda, valamint a tavaly még élvonalbeli Gyirmót a Kórház utcában. A lilamezes csabaiak enyhe mezőny fölényt alakítottak ki a mérkőzés első 20 percében, de az első próbálkozást a 22. percben jegyezhettük fel, amikor Szatmár István tekert a kapu mellé. A vendégek jól megszervezték a védekezésüket, inkább a kontrára építettek, a legnagyobb lehetőséget Szegi Vince hagyta ki, aki egy szerzett labda után lőtt az oldalhálóba. A két kapusnak ritkának a dolga, Sebők Zsolt a 41. percben fogta Vicián Ádám fejesét, így maradt a fél időre a gól nélküli állás. A második játék részben még kevesebb helyzetet láthatott a 800 fős nézősereg. Boyer Gábor együtteséből Vicián Ádám és Mészáros Márk is sérülés miatt hagyta el a pályát. A Gyirmót a 68. percben egy kontrából szerezte meg a vezetést, Szegi jó indítása után Kis Máté lőtt a bal alsó sarokba. A csabaiak nem adták fel, 10 perccel később egyenlítettek. Szatmári Feli vett labdája után Urbin Péter fordult le a védőjéről és bombázott a léc alá. A hajrában már nem változott az eredmény, így az 1-1-es döntetlennel a két együttes továbbra is azonos pontszámmal áll a tabellán. Nem voltak sok gólhelyzetek, itt-ott egy pár gólhelyzetek voltak, mink a második félidőben egy kontrát behúztunk, vezettünk, Békés Csabai csapat megcsinálta mindet, hogy ne kapjon ki ebbe a mérkőzésbe. Boyer Gábor a hazaiak mestere szerint a két csapat küzdelmes mérkőzést vívott, és végül igazságos eredmény született. Véleményem szerint az osztály szintjét egy picit meghaladó színvonalú mérkőzés volt. Nem is feltétlenül a látványos dolgokban, hanem a küzdelemben, a párharcokban, illetve a futómennyiségben. Úgyhogy én gratulálok mindkét csapatnak, sajnálom, hogy nem tudtunk egy pici szerencsével még közelebb kerülni a 3 ponthoz, de ha szívemre teszem a kezem, akkor tényleg reális, és örülök annak, hogy vesztetásba sikerült felállnunk. A csabai együttes vasárnap a Vác ellen idegenben lép pályára a másodosztályú bajnokság 13. fordulójában.